Kopa László vagyok, nem adom a házamat mozgalom. Na, szóval az a tisztelet kérdésünk, hogy a mai napon 8 órára meg lehet hirdetve a Mári utca 171 szám alatt a birtokba adás. Így van, és hát ugye önök nem jelentek meg. Nem jelentek. Mi otthonvédők megjelentünk, és hát ugye a rendőrségtől kértünk segítséget, mert ugye ön korábban kiküldött egy értesítést. Igen. Karhatalommal vonulnak ki. Hát, ami kicsit nem múlik majd. Rendőrségnek erről tudomása nem volt. Nem volt? A helyszínen hatan jelentek meg. Központban beszélek. De mi ki hatan? Kicsoda? Hat rendőr. Tehát én telefonáltam a rendőröknek. Ezt a rendőrség nem így mondta, függetlenül többet telefonáltak a központba, és a központ is visszaigazolta, hogy karhatalmi segítségtől nem lett kérve. Az a kérdésünk, meg az a kérésünk, hogy a mai nap folyamán ugye a birtokadás nem történt meg, önök nem jelentek meg. Igen. Jegyzőkönyvet viszont gondolom készítenek. Készítenek. Mire kellene? Akkor nyilatkoznia kellene, hogy mi történt, hogyan történt. De önök kicsodák, az ügyben sem nem odossak, sem nem. Muszáj nyilatkozni, megmondom miért. Miért? Mert a rendőrségnek a fénymásolatokat átadtuk, pert elindítottuk, és itt ugye 2010. május, milyen július között... Milyen törvény jelöl, hogy én nyilatkozzak? Egy pillanat, május, 2010. május, július között kérdették meg önök az árverést. Meddig fog ezt tartani? El kell mennem, bocsánat. És júniusban viszont a teljes tartozás belett fizetve erről maga. Ez közös képviselőtársaság. Kiküldte az értesítést, hogy önök állítsák le az ügyet, tehát függetlenül nem állították meg. Igen, igen. Na szóval, hogyan tovább? Ki fogjuk a Dobiné, hogy hívják, Andi Klára? Igen. Birtokba fogjuk adni az ingatlan. És mit a vevő részére? Teljes mértékben törvénytelenül járnak el. Értem. Mivel? Mivel? Időközben árverés előtt a tartozás belőtt fizetve. Egyik levek, hogy a testemétbe menjünk. Köszönöm. Kapit. Ezt nem tudom tenni. Oldalra húzza a pirosat. Mennyiségben hogy a mai napon 8 órára nem jelentek meg. Kondolzik az állámost. Egyáltalán arra tessék válaszolni, hogy maga a képviselőtársaság az értesítést kiküldte önöknek, hogy állítsák le az ügyet. Ez miért nem történt meg? De itt vannak az iratok a kezembe, ezt önök is megkapták, amire nem reagáltak és nem válaszoltak a közös... Nem muszáj válaszolnia, viszont szeretnénk tudatni önnel, meg a társaságával, hogy a mai napon birtokadás nem fog megtörténni, sem a későbbiekben. Sem a későbbiekben a rendőrségtől segítséget kértünk. És jogilag törvényesen nem járhatnak el, csak törvénytelenül, és ekkor viszont ön is tudja, hogy bűncselekményt követel. Szia! Úgyhogy az a kérésem, hogy ők készítsetek felvétel. Sovárjuk, a következő a helyzet. Én vagyok a kormányok segélynek a vezetője, és az én képviselőt képviselem. Szintén a barom. És az lenne a kérdésem. Az, aki a fölvételt készíti, tudja, hogy mit kockáztat ezzel? Hogy nem? Tehetik. Igen. Maximum nem jelenti meg. Valaki ezt akarod a tervezetesen. Jó, oké, ezzel is megkérdezünk. Van picit, mert éppen tárgyalunk a végrehajtóval egy pillanat ugye. Kívánok fölvenni önök, ez semmilyen jegyszerűnő. Tehát mi nem tudunk kapcsolatban. Hát velem kapcsolatban. Ja, hogy legyek? Maga kit képvisel? Ezt a hölgyet, azt így képvisel a papírt, a papírt adva a és amennyiben ne felismeri, átápolom, mert felmondani. Jelentsenek. Jó, oké. Minden jó, jelentsenek. Köszönjük. Minden jó, kívánok. Azt hiszem ez így korrekt volt. Minden jó. Jó, tehát a mai nap folyamán nem hiszem, hogy ez meg fog történni, mert ott leszünk. Legyenek részen, legyenek ott ilyen. Teljesen biztos. Hát jön nagyképű végrehajtó. Végrehajtó, ebből nagyon nagy botrány van, és
higgy el, hogy ez nem lesz békén hagyva ez a történet. Velünk tárgyaljon, ne a hölgyel, ne a kolléganőivel, velünk tárgyaljon, legyen szíves. Nem nagy képüsködni kell, kérdésekre válaszolni kellene, ha tisztességesen jár el. Aztán most már várj egy picit, van egy új fejlemény most, hogy megvásárolta a vevő az ingatlant, és a különbözet nem lett kifizetve a tulajdonosok részére. Erről akkor mit tudunk most mondani? Nézd, kedves tisztelt hölgyem, tisztelt uraim, hát magukkal nem vagyunk kapcsolatban. Nem vagyok kötelező. Miért kellene otthon védőkkel kapcsolatban? Mi önök ellen dolgozunk, miért kellene kapcsolatban lennünk? Az pontosan kellene, mint hogyha a kötelezet lenne jelen. És meg se nézte a meghatalmazást például. Na, hogy néz ez? Köszönöm szépen, hogy eljöttem. Hát nem biztos, hogy ezt így kell kezelnünk. Hát akkor figyelj, szerintem hívjuk ide a rendőrséget. Én szerintem hívjátok ki a rendőrséget, mert a végrehajtó úr nem kénytelen. Hát jó, de hát inkább hívjuk ki ide a rendőrséget. Ezt már elmondták többször is, miért nem mennek, intézkednek, miért itt állnak, kérdezősködnek. Mert ön a végrehajtó, ön az, aki ezt a hogy mert tervezne az ingatlant, mikor hatodik hova be lett a tartozás fizetve teljes összegben. Ne köszönje, mi köszönjük, hogy bejöhetünk. Még egyszer megkérdezném akkor a képviselettel kapcsolatban a véleménye továbbra is ott, hogy nem ismeri el a képviseletet. Nagyon jó. És annak ellenére sem, hogy a megbízást esetleg önnek meg tudom mutatni. Tudja meg a postát. Írás. De én nem küldöm a postán, itt van nálam. Ne küldje. Jó, ne küldje. De hát itt van írás, tehát nem, mert ne vegye át a írásban hozok. Menjenek már. Egyre tessék válaszolni. Miért érdekel önnek, hogy ilyen cinikus legyen, meg miért érdekel, hogy egy családot kisgyerekkel az utcára kirakjanak? Erre tessék válaszolni. Miért érdekel? Tehát én azt gondolom, hogy behoztunk egy iratot. Ráadásul a mai napon moratórium is van. Nagyon örülök neki. Megyünk a bírósságra, akkor a per csinálok el. Nyugodtan, uram, ne fenyegetőzzön, ne fenyegetőzzön, mert tudja jól, hogy nem tisztességesen jár el. Ennek örülnék, hogyha perve vannak. Megmondom őszintén, akkor saját jogon tudnék ebbe lépni. Rettentően örülnek neki. Arra szeretném önt figyelmeztetni, hogy ön most hivatali visszaélést követ éppen el. Régen ezt úgy hívták, hogy közérdekű bejelentő megfenyegetése. Ezzel, hogy perbe fog minket vonni, ahelyett, hogy megnézné a papírokat, amit hoztunk. Ez minimum, hogy valakinek, ha oda jössz egy hivatalos, ez egy ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiség, ahova bejöttünk ügyet intézni, megfelelő felhatalmazással, és ön nem hagylandó szóba állni velünk. Na, hogyan van ez? Jó, mondom, nem? Hát nem látjuk, mert hogy még meg sem néztem. Van egy határa. Eddig szóval, ezután nem fogok. Nem, mi? Akkor mondja meg, mi az a jogszabály, ami mi alapján. Mi az a jogszabály, aminek alapján maguk ide jöttek? Mi a jogszabály, ami alapján nem állt? PP67F. Amit előadták a sírálmaikat. A PP67F alapján. Mondja, hogy a bajaikat előállnak. Ami a végrehajtási törvénynek a háttér. Jó, akkor arra válaszoljon, ma reggel 8 órára lett meghirdetve, ugye? A birtokbaadás. Önök miért nem jelentek meg? Ha törvényesen járnak el, és tisztességesen miért nem jelentek meg? A rendőrség miért nem vonult ki karhatalom, ahogy ön ezt megírta a tulajdonosoknak, a bentlakóknak? Miért nem jelent meg a rendőrség karhatalommal? Önök miért nem jelentek meg? Erre tessék válaszolni. Most már immár 10 óra van, ha nem több. Mindjárt megyek. Pontosan, 10 óra. Találkozunk ott. Jó, rendben, már így szeretettel. Most mi elhisztek neki? Nem hiszétek már. Menjünk.